Szabó Dorottya. És aki vele jön, nem más, mint a sokszoros amatőr és profi magyar ökölvívó bajnok, Harcsa Norbert! Sziasztok! Kérem, foglaljátok el helyeiteket. Hagyjatok helyet nekik. És így most ismét teljes, 8 főből áll a bajnok csapat. Ti kihívók, 7-en maradtatok, egy férfi versenyző hiányzik a csapatból. A 30 éves akrobatika oktatót fogadjátok szeretettel, új csapattársatok, Deres Ádám! Gyere, Ádám, van már helyed. Üdvözöllek benneteket az exatlonba, mától teljes jogú exatlonisták vagytok. Milyen volt az utatok, Ádám? Nekem nagyon gyorsan eltelt, mert a 80%-át végig aludtam. Úgyhogy jó alvó vagyok, szerencsére. Előtte nem sokat aludtam egyébként, ez volt a titok. Dorka? Jó, hosszú volt. Hosszú? Én is a felét azért sikeresen végig aludtam, utána Norbival szórakoztattuk egymást. Norbi, hogy tetszik? Nem tudok ilyen pozitívan nyilatkozni, ők ilyen a repülésre, hogy inkább két fogat húzzák ki előről, mint hogy repülni kell, nem szeretem. Két fogadat előről? Inkább, mint repülni kell. De várjál, és hogyha most csak mert ezt a képet elkezdtem emészteni magamba, én ezt elintézem neked. Kirántjuk két fogadat előről, és innentől kezdve életed végéig itt maradsz Dominikán? Az is jó. Az is jó. Majd feltalálom magam. Intézzük, gyerekek, ezzel nincs probléma. Hogy tetszik a két csapat? Hogy látod az erőviszonyokat? Rendkívül szimpatikus mind a két csapat, majd igyekszünk. Rendkívül nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen eredményes csapaton versenyezhetek. Majd igyekszem felnőni a feladathoz, és hozzátenni a csapat sikeréhez. Dorka? Hát egy picit kettős érzés itt állni, ugye, mert mi pirosak voltunk ketten, tehát az elmúlt időszakban a pirosak elvesztették a végjátékot, hát azon leszek, hogy ez ne így történjen a továbbiakban, de nagyon-nagyon boldog le vagyok, hogy itt lehetek. Ádám, mi lesz az erősséged? Hát ez egyelőre még meglepetés, nem szeretném hamar előni. De már kis... tudod? Persze, ismerem magam. Én azt gondolom egyébként, hogy mivel ma a villáért fogtok harcolni, itt mindenkinek az erősségére nagy-nagy szükség lesz, ugyanis akit veszít, az megy a táborba, aki nyer, annak megvan a villa luxusa, az örömteli éjszakát jó pihenést tudott tölteni, tehát az ambíció szerintem közös minden új érkezett és régen itt lévő részéről. Azonban az, aki ma a táborba kényszerül, annak lesz egy kis extra feladata. Nem túl bonyolult a dolog. Amikor megérkeztek a táborhoz, bármelyik őtök is legyen az, akkor azt fogjátok észrevenni, hogy hiányoznak a párnák, lepedők, takarók. Természetesen az éjszaka nyugalmához erre szükségetek lesz, ezért ezeket ki is tudjátok ásni. Ugyanis a tábor környékén találtok 5 betemetett lyukat. Találni fogtok 2 ásót. Ott van az 5 gödör betemetve, 3-ban találtok ágyneműt. Egyetlen egyre azonban fölhívom a figyelmeteket, a terep sziklás, és vadállatok is kószálnak néha a környéken. Nagyon jó szórakozást kívánok a felderítő munkához és az ásó munkához azoknak, akik végül is tábor nyugalmát választják a mai nap után. Ma ugyanis lesznek olyanok, akik ha így győznek, a villába költözhetnek. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent,
és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.